Az egyik, hanem a legismertebb márka hazánkban a Pöttyös, a Túró Rudi Máté szalkán készül. A városban több más jelentős cég is jelen van, mások mellett az optikaipar területén. Ezeknek a vállalatoknak is köszönhető, hogy jelenleg 4% alatti a helyi munkanélküliségi ráta, sőt munkaerőhiány van a településen. Az ipari parkban mintegy 300 ember tudnának azonnal felvenni. A gyártási folyamatok fejlesztéséhez azonban szakképzett munkaerőre van szükség. Ennek biztosítását segítheti a jövőben az a megállapodás, amelyet kedden írtak alá a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény jövő őszre közösségi felsőoktatási képzési központot létesít a városban. Két szak indul első körben, a gépészmérnöki szak és a csecsemő és kisgyermeknevelő alapszak. Ezzel a Nyíregyházi Egyetem a térségben élő fiataloknak kíván egy olyan versenyképes tudást biztosítani, ami egyben szolgálja az ők helyben maradásukat, illetve a magas színvonalú képzésüket. Mint az eseményen elhangzott, az egyetem és Máté szalka már korábban megkötött egy megállapodást. Azzal kerestük meg a Nyíregyházi Egyetemet, hogy egy tudományos technológiai ipari parkot szeretnénk Máté szalkán létrehozni. A város polgármestere azt hangsúlyozta, a képzések elindítása mind a helyi cégek, mind a Máté szalkán élő fiatalok számára nagy segítség. A cégeknek már megindult a HR részlegein az előre gondolkodás, tehát ők már úgy keresik a munkaerőt a Máté szakai végzős középiskolások között, hogy akár tanulmányi szerződést kötve, ezt a lehetőséget felajánlva, kiajánlva már munkaviszonyt létesíthetnek majd a fiatalok, és így kvázi munka mellett tudást és gyakorlatot szerezve Máté szalkán maradhatnak. A képzési központ létesítését helyzetelemzés előzte meg, amely azt az eredményt hozta, hogy van igény a városban a képzések beindítására. Ennek feltétele ugyanakkor minimum 10 jelentkező. A leendő hallgatók egyébként az egyetem teljes jogú tagjainak számítanak majd, például a könyvtár használatot is biztosítja számukra az intézmény. Elhangzott, terben van további Máté szakai kihelyezett szakok meghirdetése is a jövőben.